Korábban három videót is szenteltem már az ellenzéki összefogás témájának, illetve az elmúlt években számtalan alkalommal fogalmaztam meg kritikát a jelenleg, azaz immár 12 éve regnáló hatalommal szemben. Ugye, akik ismerik a csatornámat, láthatják ezeket. Amikor 2021 őszén megszületett az úgynevezett ellenzéki összefogás, nagy reményeket kezdtem fűzni a dologhoz, mert végre felcsillant a lehetősége annak, hogy Magyarország egy valóban normális országgá váljon. Nyilván ezt az illúziót nem szeretném soha feladni, és az 1989-es gengszterváltás óta 4 évente mindig bíztam abban, hogy jobb irányba kezdünk evickélni. Az átlagembernek, mint nekem, mindig van valamilyen halovány elképzelése arról, hogy mit is szeretne valójában. Aztán ezt vagy megfogalmazza, vagy nem, de mindig jönnek a politikusok, és elmondják azt, amit mi egyszerű emberek hallani akarunk. Félreértés ne essék, nem az igazat, pusztán azt, amit a nép füle kíván. És mi egyszerű emberek 4 évente fogjuk a kis lottószelvényünket, amit óhajokból, sóhajokból, reményekből és félve számító elvárásokból vásároltunk, és beixelünk néhány számot, vagy ha jobban tetszik, nevet. Utána telik múlik az idő, és néhány hónap vagy év alatt kiderül, hogy megint nem a mi számainkat húzták ki. Mert ez a lottó sorsolás nem úgy megy, mint a szerencsejátékos buli, amiben szerdán mondjuk x-elünk, és a szombati húzáskor már tudjuk, hogy nyertünk-e, avagy sem. Ennek a sorsolásnak az eredménye években, vagy akár évtizedekben mérhető. Ahogyan a gengszterváltásé is. Csak hosszú távlatok megélése után derült ki mindannyiunk számára, hogy bizony nagy remények ide, vagy eltelt bő 30 év oda, nem lettünk kicsi Svájc, sem Ausztria, de még Szlovénia vagy Észtország sem. Csak egy kicsi gyarmat továbbra is, amely felé mosolyogva nyújtotta a jobb kezét a nyugat, de közben a bal kezének ujjait csuriba tette a háta mögött. Szóval elindult az úgynevezett ellenzéki összefogás, amely olyan, mint a cukrászdákban a mindenfajta maradékokból összegyúrt egyveleg sütemény. Van ebben minden, ami a szemszájnak ingere, a Rigó Jancsitól kezdve a Fekete Erdőn át a krémesekig. Mindenki megtalálhatja benne a magának ízlő falatkákat, ha már megunta a narancsos buktát. Aztán most egyszer csak berobbant a köztudatba és az életünkbe egy háború, amely igazából már 8 éve tart, sőt, tulajdonképpen nem is 8 éve, hanem amióta a világ a világ, mert ugyebár az ilyesfajta konfliktusok léte egyidős nagyjából az emberiség történetével. Amikor Szíriában vagy mondjuk Afganisztánban nőnek és mészárolnak le gyermekeket, asszonyokat, időseket, akkor a fülünk botját sem mozdítjuk. Amikor az USA bombázza végig a világot, akkor a médiumok rendszerint elhitetik velünk, hogy ez maximálisan igazságos és kizárólag a mi érdekünkben és a demokrácia védelme érdekében történik. De most, hogy nagy hirtelen a szomszédban eszkalálódik egy meglévő válság offenzívával, azonnal mindenki, na jó, nem mindenki, mert sokan nem, de majdnem mindenki azonnal érző lélekké, empatikus sajnálkozóvá válik, és ezt fennen hirdetni is kezdi a közösségi oldalakon. Félreértés ne essék, én is küldtem pénzadományt szervezeteknek az ukrajnai menekültek megsegítésének érdekében, és nekem mindegy, hogy ezt egy kárpátaljai magyar vagy egy kijevi ukrán család kapja, mert most mindkettőjüknek szükségük van rá, és én a fűtött szoba békés melegéből szerencsére megtehetem, hogy ennyi kicsivel is segítsek. Másokat is buzdítok egyébként erre, mert a sok kicsi, tudom, hogy összeadódik, és a sok kicsi ugye sokra megy. Az embernek, mint humánus lénynek
ez a kötelessége, talán Isten ezért nem törölt még el végérvényesen bennünket a világból, a föld felszínéről, mert még látható bennünk talán egy kicsi jóság. De térjünk vissza az ellenzékre, hiszen ennek a kis vlog bejegyzésnek, ennek a videónak mégiscsak róluk kellene szólnia, ha már a címben is felemlegettem őket. Az elmúlt 10-12 évben mást sem hallhattunk a regnáló hatalom és kormány közeli médiumoktól, mint hogy Soros, Gyurcsány, Brüsszel, migránsok, és a többi, és a többi, és a többi. És mit hallunk most az ellenzéktől egy hónappal a választások előtt? Putyin, 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 Orbán, Putyin, 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 és még egy kis Putyin. És mellé a realitásoktól nem kicsit elrugaszkodott nyilatkozatok, szólamok, habzószájú felcsattanások. Ahogyan a jegyzetem elején mondtam, szajkózzák, amit a nép füle kíván. És a közösségi oldalak különböző csoportjait böngészve sajnos azt kell tapasztaljam, hogy ez a fajta retorika nyitott fülekre is talál. Mindenki, aki megelégelte a sorosozást és gyurcsányozást, most észre sem veszi, hogy ugyanaz a nóta szól, csak éppen más akkordokkal. Az ellenzék tologatja körbe a kis fostalicskáját az országban, és szórja a trágyát mindenfelé. Miért mondom, hogy realitásoktól elrugaszkodottan? Mert nem a teljes igazságra hivatkoznak, hanem csak egy kiragadott részére, a legjobban meglovagolható, és ami a legfontosabb, választási szempontból, kampány célok tekintetében legjobban jövedelmező darabkákra. Mérsékelt hangú, felelősségteljes emberek, és szándékosan nem használom itt a politikus kifejezést, igyekeznek, vagy igyekeznének teljes képet bemutatni, és visszafogottan megmaradni a realitások talaján. Az ellenzéktől is ezt vártam volna. Az önmérsékletet, a mutogatás és sárdobálás helyett csak az együttérzést és segítségnyújtást. Én igyekszem mindig oldalaktól függetlenül állást foglalni, néha talán sikerül is. Néha emiatt hol az egyik, hol a másik oldalról kapok mindenféle ösztüzet, hol pedig mindkét oldalról hozzáteszem, így legalább tudom én, hogy én hol vagyok. Mindenhol és gyakorlatilag sehol. Tudom, én vagyok a ritkábbik fajta, aki így gondolkodik, de tudom, hogy azért nem vagyok egyedül, tehát mások is gondolkodnak így. Csak az a baj, hogy kevesen vagyunk, mert a többség vagy az egyik, vagy a másik oldalon ássa a lövészárkokat. 10 éve? 20 éve? Teljesen mindegy, hogy mióta. Egy hónappal a választás előtt megint összekuporgattam a kis lottószelvényekre valómat, és itt szorongatom a markomban, jelképesen, reménykedve, bizakodva, kicsit csüggedve, belefáradtan, de azért mégiscsak beixeltem rajta néhány dolgot. Elszámoltatás 33 évre visszamenőleg, korrupció megszüntetése, gyűlöletkampányok kiiktatása a közbeszédből, felelősségre vonható politikusok és háttéremberek, lövészárkok betemetése és béke. Persze lehetne ezeket részletezni, de akkor még órákon át kellene itt ülnöm és beszélnem, ez most nem fér bele. Könnyű lenne azt mondani, hogy a regnáló hatalom mindent rosszul csinált 12 év alatt. Ez lenne a legegyszerűbb. De ez nem igaz, mert volt, amit jól tett, sok dologgal egyetértek magam is. Ám ez nekem kevés, ettől még nem bírom nem észrevenni a tömérdek mocskot. És könnyű lenne most azt mondani, hogy a hatalomra törő ellenzék szándékai maximálisan tiszták, szentek és szívmelengetők. De az ördög mindig a részletekben bújik meg. A játszmában, ami a bőrünkre megy, nincs fekete és nincs fehér, csak szürkék vannak. Az egyik szürke 12 éve ontja ránk a szart, a másik szürke beállt most a sorba, és ahogy kifejeztem az imént, talicskázza körbe közöttünk a trágyát. Mit szeretnék? Szakmámból adódóan, fotós kifejezéssel élve, több fényt.
a lelkekbe és a fejekbe, vagy egyszerűbben fogalmazva, több emberséget az embertelenségbe. Bízom benne, hogy az ellenzéki összefogás a következő hetekben picit visszavesz ebből a putyinozó, orbánozó retorikából, mert tényleg, higgyétek el, higgyék el, elegünk van ebből az egészből. Szeretnénk azt látni, hogy mi fog történni ebben az országban, nem pedig ezt a gyűlöletkampány sort újra hallani, csak más akkordokkal, ahogy az előbb az imént fogalmaztam. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!